A legutóbbi szezonban még egy osztályban szerepelt a két csapat, azonban a másodosztály átalakítása miatt a Nyíregyháza Blue Sharks az NB1B, a Tiszaújváros pedig az NB1C csoportjában szerepel majd az ősszel induló bajnokságban. Bár egy felkészülési mérkőzésen nem az eredmény az elsődleges, azért a kék cápák a Vasas elleni siker után ismét győzni szerettek volna. Siska János edző a meccs előtt elmondta, hogy mit vár a csapattól. Pontosabb játékot, mint a Vasas ellen, keményebb játékot, jobb csapatvédekezést és a támadásban egy több pontot számítok. Szerintem előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor. Nyilván azért még hiányzik a csapatból két ember, egy külföldi, illetve a Busiván. Ha őket is be tudjuk majd hozzá tudjuk rakni a csapatot, akkor egész jó lesz majd. A 6 év szünet után nyáron visszatérő Zinger Zoltán szerint jó a közösség, jó hangulatban végzik az edzéseket, így a center bizakodó a csapat szereplését illetően. Nem okozott semmi problémát az úgymond visszailleszkedés. Ugye régi társaságba érkeztem vissza, akiket olyan emberek közül, akiket ismerek, akikkel játszottam együtt. Úgyhogy szerintem ezzel a részével abszolút nem volt probléma. Nagyon jó kis csapat, nagyon jó hangulatba telnek az edzések, még azok az edzések is, amik elég kemények, amik eléggé megdolgoztatnak minket, de látom a csapatban az előrelépést, azért már eltelt 4 hét az alapozásból. Ugye most fog következni a második edzőmérkőzésünk, és apránként haladunk előre is. Csak ismételni tudom magam, hogy nagyon jó hangulatban, egy nagyon jó csapatban telnek az edzések meg a felkészülés eddig. A mérkőzésen végig a nyíregyháziak akarata érvényesült, végül a 20 pontig jutó Zinger Zoltán vezérletével 84-60-ra nyertek a kék cápák. Siska János együttese pénteken és szombaton egy miskolci tornán szerepel a házigazda, valamint a Vasas és a Salgótarján társaságában.